Törökország 1952 óta tagja a NATO katonai szövetségnek, sőt mi több, a második legnagyobb hadsereggel rendelkező országa. Ennek ellenére bizonyos elemzők attól tartanak, hogy Törökország kezd eltávolodni a NATO-tól. Vajon így van ez? Nagyon fontos kérdés, hogy a két szervezet, a NATO, illetve az Európai Unió hogyan viszonyul Törökországhoz. Ez az egyik kérdés, amit feltétlenül meg kell beszélni. A másik a török belpolitikai helyzet. Törökország folyamatos iszlamizációja mennyire változtatja meg a nyugati szövetséghez való viszonyát. Belpolitika, külpolitika, geopolitika. Mindenféle nézőpontból megvizsgáljuk ezt a nagyon fontos viszonyt. Nézzenek meg!